Szia mindenkinek! Észrevettem, hogy még nem beszéltem a körülír kifejezésekről, mint sto facendo qualcosa, stavo correndo, vagy starò leggendo. Azoknak, akik már tudnak angolul, nagyon egyszerű, ugyanis megfelelnek az angol I am doing something, I was running, vagy I will be reading some, stb. Azoknak, akik nem tudnak angolul, most magyarázom. A normális jelenidőt használjuk, amikor beszélnek egy rutinról angolul, de olaszul könnyebb, mert használjuk is, amikor muszáj mondani, hogy mit csinálj valaki egy meghatározó pillanatban. Tehát, mit csinálsz lehet cosa fai, vagy cosa stai facendo, ezek ugyanazok. És a válasz lesz, faccio qualcosa, vagy sto facendo qualcosa. A dolog egy pici nehezebb a múlt és a jövő időben. Ezek a kifejezések egy olyan cselekvést jeleznek, ami egy időjű egy másikkal a múltban vagy a jövőben. Tehát például, stavo correndo quando ha iniziato a piovere, futottam, amikor elkezdett esni az eső. Vagy, quando tornerai a casa, probabilmente starò studiando. Amikor hazajössz, valószínűleg tanulni fogok. Na, a jelen időben, van a stare ige, jelen ideje, az ige és az ige gerundiója. Majd a múlt időben van a stare ige, imperfetto ideje és a gerundiója. És a jövő időben van a stare ige, jövő ideje és, és mindig a gerundiója. A stare, a jelen időben van sto, stai, sta, stiamo, state, stanno. Az imperfetto időben stavo, stavi, stava, stavamo, stavate, stavano. És a jövő időben starò, starai, starà, staremo, starete, staranno. Na, a gerundiot egy igei mód. A természetben szabályos, de a probléma a szőtő, ami mindig változik, mint már láttunk, ha rendhagyó az ige. Na, az első ragozás igeinek van a szőtő, a és n, d, o, tehát például andare, andando. Majd a második és a harmadik igeinek mindig a szőtő, e, n, d, o. Tehát correre, correndo, vagy dormire, dormendo. Majd tehát egy rendhagyó példa, fare, a szőtője, F-A-C, tehát facendo. Majd egy fontos dolog, a gerundio megfelel is a magyar határozói igene. Tehát megismételek egy másodszor. Hát, használhatják a normális jelenidőt beszélni a rutinos és az egyszeri cselekvésekről. De ez az alak csak az egyszeri cselekvésekről. Oké? Na, majd szeretném beszélni és a segédigekről. Olaszul csak három. Potere, tudni, vagy a képző hat-hat, dovere, kelleni, vagy muszáj, és volere, akarni, szeretni. Na, mint normális igek használják, de sajnos rendhagyók. Dovere, devo, devi, deve, dobbiamo, dovete, devono. Potere, posso, puoi, può, possiamo, potete, possono. Volere, voglio, vuoi, vuole, vogliamo, volete, vogliono. És de fizetek, mert voglio római dialektusban, oké? És majd van a főnévi igéne. Ha, oké. Remélem, hogy értető. Másképpen, bocsánat, és kérem, kérdezzetek még. Sziasztok, viszlát nem sokára.